Miután július 4-ét követően az orosz Föderációs csapatok zömét kivonták, úgymond hadműveleti szünetre a donbasszi harcok legfontosabb harctereiről, rövid ideig a Donetszki és Luhánszki szeparatista csapatok magukra maradtak, némi Wagner támogatással. Ennek ellenére is sikerült eredményeket elérniük a Szeverdodonyetszki-Liszticsánszki vereségtől megtépázott ukránokkal szemben. 20 km mélyen előre törtek Szeverszkig, majd július 12-én megkezdték a város ostromát, ami kezdetben jól is haladt. Talán ezért is, hogy szeptember 16-tól a föderációs csapatok is újfent bekapcsolódtak a támadásba. Az ukrán hadvezetés a Lisicsánszki vereséget követően alig, hanem jobban örülhetett a hadműveleti szünetnek, mint maguk az orosz katonák, és jobban is használták fel. Gyors, de alapos erődítési munkákat végeztek a severx bakmut vonalon, aknamezőket telepítettek, tartalékállásikat hoztak létre, miközben a tűzérség is igyekezett valamelyest helytállni az orosszal szemben. Ha figyelembe vesszük, hogy az orosz tüzérség átlagban 30-40 ezer gránátot használt fel naponta, még az ukrán fél jobb napjain is csak 4-5 így ebben persze volt némi nehézség olykor az ukránok mégis képesek voltak tüzérségi párbajokat nyerni, még ha ez a parikbombázástól nem is mentette meg az első vonalban szolgáló ukrán katonákat. Míg a legtöbb elemző azt latolgatta, hogy az oroszok hol fogják bevetni az erőiket, addig egy egészen váratlan megoldás született, ugyanis a dombaszi arcvonal teljes hosszában harcba lettek vetve az orosz csapatok, annélkül, hogy bárhal is súlypontot képeztek volna. Ez egy okos módszer lehetett volna annak megtalálására, hogy az ellenség védelme hol a leggyengébb, de erről szó nem volt. A sokatgyár és szemétserin áteső ukrajnai orosz hadvezetés ezt hosszú távon gondolta jónak, és a dombaszi harcok mindegy két hónapon át így is folytatódtak. Tekintve, hogy az érintett arcvonal szakaszon az ukránok végig beásva, több vonalban védekezve harcoltak, ellátva kellő mennyiségű páncéltörő eszközzel és az oroszokénál erősebb gyalogsággal, így ennek kudarca kezdettől borítékolható volt. Nagyobb páncélos gyalogság és tüzérségi összevonás nélkül a széttagoltan küzdő orosz erőknek a körülmények nagyon szerencsés összjátékára lett volna szüksége a győzelemhez. Emellett a tartalékok kérdéséről is érdemes szót ejtenünk. Mint a térképen is látható, a tartalékok és a készletek mozgatása terén az ukránoké volt a stratégiai előny, hisz védelmük egy központ felé koncentrálódott. A szlovjánsz kramatorsz agglomerációból bármely irányba gyorsan tudtak szállítani akár lőszert, akár friss gyalogzászlóaljakat. Ezzel szemben az oroszoknak a tartalékerők terén nem csak a kedvezőtlenebb földrajzi pozíció, hanem azok majd teljes hiánya is komoly gondot jelentett, minek után az első gárda harcosi hadsereget kivonták Ukrajnából Belgorod alá. Azaz, ha sikerült is volna komolyabb áttörést elérniük, avagy a saját arcvonal egy szakaszon meggyengül, és szükséghelyzet alakul ki, csak a már harcoló csapatok átcsoportosításával tudtak volna reagálni a szituációra, lassan és valószínű, megkésve. Északról délre haladva, a Dombaszi hadműveletek következő eredményekkel jártak. Az Izium felől indított szlaviansk elleni támadás képtelen volt érdemben előretörni. Az aknomezők között a város körül felálló három ukrán ejtőernyős dandár a 25-ös, a 79-es és a 81-es ellenében. Az oroszok, hogy ezt a masszív védvonalat megkerüljék, Iziumtól északnyugatra egy váratlan folyamátkelést hajtottak végre a Szeverszki Donets folyón és Balákliánál új hitfőt hoztak létre, ám az is hamarosan elszigetelődött. Majd ukrán ellenoffenzíva indult, amely mind Balákliánál, mind Iziumnál pár kilométerrel hátrébb nyomta az orosz csapatokat, hogy aztán a frontvonal itt is, ott is megberevedjen. A Szeverszki támadás július 24-re ugyancsak teljesen elakadt, ugyanakkor a város területén helységharcokba bocsátkozó orosz magasabb egységeket Többek között a 24. Gárdosz petnas dandárt a harcok hosszú távon is lekötötték. Július 16-án az orosz 150. lövész hadosztály és a 61. Északi-tengeri tengerészgyalogos dandár, valamint a luhánszki 6. Kozák ezred, továbbá a Csecsen 141. lövész átfogó támadást indított Szoledár elfoglalására. Ám a leruhanás kudarcot vallott, így ezután, Kisebb, koordináltabb támadásokkal folytatták az offenzívát. Ennek során különösen elkeseredett harcokra került sor a Szoledártól délre található Knauf Gips gyárér, amely a támadások és ellentámadások során számos alkalommal gazdát cserélt. És amelyért viott harcokban az ukrán 14. lövészdandár saját jelentése szerint 2000 halottat, sebesültet és eltűntet veszített, azaz állománya, mint egy felét. A Knauf gipszgyár végül orosz kézre került, és az oroszok augusztus 3-tól már szoledár közigazgatás területein belül harcoltak, ugyanakkor az ukrán csapatok ellenállása mit sem csökkent, és végső soron az oroszok a város elfoglalásához a következő másfél hónap során sem bizonyultak elég erősnek. Július 25-én az orosz 90. Gárda harckocsi hadosztály és a 31. Ejtőernyős dandár, valamint a Donetszki csapatok elfoglalták a Bakmuttól délkeletre fekvő Vuglegiszka szénerőművet, Ukrajna legnagyobb hőerőművét, majd augusztus 1-én Bakmut közigazgatási határát is átlépték, de a várost elfoglalni már nem tudták. Avdivkánál az ukrán csapatok továbbra is masszívan védekeztek, az oroszok előző kísérlete pedig a település északról történő átkarolására nem járt sikerrel. Az olyan apró települések bevétele is, mint a felvételen látható Kamenka hosszú hetekig elhúzódott. Ezért is, hogy a donetskiek egy gyors átcsoportosítást eszközöltek, és Avdivkától délre helyezték át két elit zászlói harcsoportjukat, a Spártát és a Szomáliát. Azzal a többé-kevésbé nyilvánvaló céllal, hogy a sok gondot okozó ukrán erődöt délről karolják át. Ezzel megkezdődött az összecsapás sorozat, orosz szempontból legsikeresebb epizódja a Piski elleni támadás. A donetsk reptér szomszédságában álló település 2014 óta Avdivka mellett az ukránok egyik fő erőssége volt. A 2022-es háború elején a Donetski csapatok megpróbálták ugyan elfoglalni, de nem jártak sikerrel, mi több a harcok hamarosan visszatevődtek a Donetszki reptérre. Ismét hónapokig zajlott a harc a reptér romjai között, amelyet viszont a Donetszki csapatok, ha nehezen is, de újból megnyertek. Április 18-án az offenzíva második fázisának nyitónapján megpróbálták ismét bevenni Piskit, ám támadásokat visszaverték, hamarosan visszavonulni kényszerültek. Ezután nyugodtabb időszak következett, illetve a nyomást Piski irányába a Donetszki 11. ezred tartotta fent. Majd jött a július 28-as offenzíva, amelyet immár a két Donetszki elit zászlóai vezetett, maga mögött a 100. gépestet dandár támogatásával, Tüzérség terén pedig a szeparatista csapattesteken túl, orosz föderációs alegységekkel is, többek között egy nehéz lángszórós zászlóaljjal, ahogy az oroszoknál a TOSZ-1A termobárikus rakétavetőkkel felszerelt rakéta tüzérségi alegységeket nevezik. A Sparta Szomália és a tosz egyak kiegészülve azzal a tényel, hogy velük szemben a már sokszorosan szétvert, Krimtől északra, majd Melitupolnál, majd Mariupolnál lezajló harcokban is részt vett, következésképpen nagyrészt gyengébben képzett tartalékosokkal kipótolt 56. ukrán lövészdandárát biztosította az oroszok számára a körülményeknek azt a bizonyos szerencsés összjátékát. 28-áról 29-ére virradó éjjelen a támadó csapatokat ugyan több Heimars támadás is érte, ugyanakkor a donyeckieket ez nem tántorította el, vonalaikat egyre közelebb húzták Piskihez. A város körüli csapatok ellen drónokat, tüzérséget, harckacsikat és gyalogságot kombináltan használták. Magát a várost pedig a TOSZ egyesekkel vették bombázás alá. Ez utóbbinak, mint azt már megszokhattuk, nem maradt el ezúttal sem a hatása. A siker így sem jött könnyen. Sokszor nagyon kemény és nagyon közeli harcokra került sor. Itt például ugyanazt a Piski melletti lerombolt hidat láthatjuk, mint láttuk az előbb is: felülről sötétebb egyenruhában az araszok támadnak, lent világosabb egyenruhában az ukránok védekeznek. Ezt a harcot egyébként azért mertem betenni, mert itt végül is nem halt meg senki. Bármi ijesztően közel is vannak azok a sorozatok és azok a robbanások. Így vagy úgy, de Piski végül is elesett. Valószínűleg teljes mértékben csak augusztus 24-re. Donetszkieknek sikerült a várva várt sikert felmutatni, ráadásul jelentéseik szerint a települést védő ukrán dandár több mint 70%-ban elvesztette élő erejét is. Az ukrán 56. gépeste levéltandár parancsnoka 28-án úgy nyilatkozott, hogy az ütközet során csak halottakban több mint 500 főt veszítettek, azaz ha a sérültek legalább háromszoros számát hozzávesszük, a veszteségeik valóban 50% fölöttiek lehettek. Az ukrán magasabb egység egy másik tisztje a saját tüzérség elégtelen ellentüzérségi tüzével magyarázta a hatalmas élőerő veszteségeket. Fűzérség elégtelenségét pedig már ekkor is azzal magyarázták, hogy annak egy jó részét időközben átcsoportosították a térségből az ellentámadáshoz. Mindazonáltal a piskéi ukrán vereség, bár odakültek a donyackiek némi erősítést a siker elmélyítése céljából, végül is nem szélesedett orosz áttöréssé, az arcvonal ismét megszilárdult, ha úgy nézzük, mindössze 6,5 kilométerrel nyugatabbra, mint ahogy állt egy hónappal korábban. A Piskinél elért részsiker ellenére az attól északra fekt továbbra sem sikerült átkorolni, vagy elfoglalni. Így annak február 21-e óta, tehát a háború előtt három nappal kezdődő ostroma továbbra is leköti a legjobb tanyeszki egységeket. Az előbbiek mellett Marinka ostromát is újraindították. Ugyanakkor az álló háború itt is álló háború maradt, itt csak első világháborús nyugati fronti mércével születtek eredmények, augusztus 5-én a Donetszki csapatok a Wagner aktív támogatásával elfoglalták Marinka felét. Tehát mint azt láthatjuk, ez a súlypont kérdés nélküli taktika teljes kudarcot vallott. Értékes csapattesteket, többek között tengerészgyalogosokat és ejtőernyősöket vittek bele olyan küzdelmekbe, amelyeket a meglevő létszámhátrány mellett, úgy, hogy még a tüzérség, illetve a harckacsizó csapatok sem voltak összefogva egyékben, tulajdonképpen lehetetlen volt megnyerni. A hadműveletek során július 29-én célzott ukrán rakétatüzérségi csapásban hősi halált halt Olga Kacsura ezredes fedőnevén Korsza, a Donetszki rakétatüzér hadosztály parancsnoka, a nép néphadsereg legmagasabb rendfokozatú női tisztje. Postomus az orosz federáció hőse. Előzetesen július 27-én a Donetskiek egy olinivkai hadifogoly táborában rakétatüzérségi támadás következtében több mint ukrán hadifogoly életét vesztette, illetve további 75-en megsebesültek. Az ukránok ezért az elhibázott csapásért persze nem vállalták a felelősséget, ami az oroszokat tették felelőssé. Augusztus 14-én kis hián meghalt Evgenyi Prigazsin, a Wagner vezetője is, célzott rakéta csapásban, amelyet az ukrán hájmárszok a Wagner paposznőjei főhadiszállására mértek, melynek pontos címét egy orosz újságíró figyelmetlensége miatt tudhatták meg. Prigazsin túlélte a támadást, ugyanakkor számos Wagneres elesett, számuk akár a százat is elérhette. Augusztus 16-án hősi halált halt Anton Lisztopad, akit 2019-ben Ukrajna legjobb pilótájának választottak. Érdekességként megemlítendő, hogy az eredetileg MiG-29-es vadászbombázott vezető pilótát egy su 25-ös csatarepülőgéppel érte utol a végzet Kramatorsk térségében, elvileg légi harcban. Lisztopad addig, ha minden igaz, három orosz merev szárnyú gépet, illetve helikoptert lőtt le. augusztus 25-én Vladimir Putin úgy nyilatkozott, hogy az orosz szárazföldi haderő létszámát mintegy 137 ezer fővel kellene emelni, hogy az a felduzzadt létszámú ukrán szárazföldi haderővel szemben ütőképes maradjon. Ennek megoldására az oroszok már korábban létrehoztak egy, az önkénteseken alapuló mechanizmust, amely gyakorlatilag már márciustól működött, ugyanakkor úgymond kötelező jelleggel július 13-ától lépett életbe. De még mielőtt ezt ismertetném, előbb feltennék egy költői kérdést. A március végén 134.518 éves férfit soroztak be, és az ő kiképzésük lassan már a végéhez ért. Ha már a háború alatt képezték ki őket, és megvolt rá a lehetőségük, hogy a fizikai kiképzés mellett mentálisan is felkészítsék őket egy esetleges ukrajnai bevetésre, akkor miért nem számolnak még mindig az ő bevetésükkel, és ha nem számolnak, akkor mi értelme a sorkatonai szisztémának? Az orosz mozgósítást még mindig nem nevezném logikusnak, és, mint azt láthatjuk, még mindig nem elégséges. Mindazonáltal nem is teljesen eredménytelen. A július 13-ai rendelkezések szerint a 85 federációs szubjektumnak legalább egy, de inkább több, 400 fős önkéntes zászlójat kellett kiállítania. Ebben a példát még márciusban a távol-keleti Tannu mutatta, akiket a csecsenek, majd a burjátok, illetve a föderáción kívülről az oszétek és az abházok követtek míg az orosz lakosságú orosz területek ezekhez képest csak jókora késéssel csatlakoztak. Ezen az orosz tartalékosok szervezetének bevonásával és a fizetések megnégyszerezésével sikerült változtatni. Viszonylag gyorsan, szeptember elejére már közel 50 ezer önkéntest bevontak a programba. A kiképzési idő az esetek zömében mindössze egy hónapban lett meghatározva, elvégre az önkéntesek zöme már volt sorkatona. Ugyanakkor a harckocsizók és más specialisták kiképzése természetesen ennél több időt igényelt. Az első önkéntes zászlóaljak, amelyeket az elején nevén neveztem, különböző javarész nemzetiségi alakulatok, még önállóan kerültek ki a frontvonalra. Az önkéntesek zömét viszont a jelek szerint a júniusban alapult harmadik hadtest állományába helyezték. A hadtest személyi állománya 15.500 fő körül lehet, tehát inkább egy erősebb hadosztálynak felelt meg. Technikai részről viszont rendkívül modern volt. A háború alatt gyártott új fegyverek zömét úgy tűnik ezek a lelkes, ám de kevésbé gépzett katonák kapták meg. Ennek megfelelően a hadtest harckocsi parkja nagyrészt T-90M-ekből, kisebb részt pedig T-80BVM-ekből állt. A csapatszállítók zömét BMP 3-as gyalogsági harcjárművek tették ki, ami az egyetlen valóban akna álló típus a BM sorozatból. A gyalogság fegyverzetét kizárólag az új AK-12-esek adták. A védekezés szempontjából effektívebb lett volna az önkéntesekkel a már meglévő alakulatokat feltölteni. Ugyanakkor az oroszok nem védekezésre hozták létre ezt az új hadtestet, hanem támadásra, amelyre viszont egyszerűbb egy új alakulatot használni még teljesen lelkes katonákkal. A sors iróniája, hogy a harmadik hadtestet viszont mégis védekezésre kellett bevessék. Elsősorban Harkovnál. Ám már egy későbbi történet. Miképp az ukránok, úgy az oroszok is több újfajta fegyvert harcba vetettek. Július végén először vettek videóra egy krizantén önjáró harckocsivadást Herson térségében. augusztus elején pedig a Zala Lancet 1 és a Lancet 3-as drónok is bemutatkoztak. Eredményesen. Fegyverzet ügyében Oroszország Iránnal kötött megállapodása kínál további erősítést a csapatok részére. Itt két külön szerződés született, összességében viszont mégiscsak Bártel üzletről beszélhetünk. Ennek keretében Irán 1000 darab drónt ad át Oroszországnak, míg Oroszország 2 S-400-as légvédelmi rakétaosztályt, valamint 64 darab Suhoi 35 ös 4 plusz generációs vadászbombázót Iránnak. A szuhajakból 24 eredetileg Egyiptomnak készült, további 40-et pedig elméletileg későbbi gyártásból fedeznek, míg a frissen legyártott Suhoi 35-ösöket a saját légierő részére adják át. Az, hogy Oroszország milyen ütemben és milyen típusú drónokat kap majd, egyelőre nem teljesen világos. Ugyanakkor nem is tapogatózunk teljesen a sötétségben. Csak nem biztos, hogy Irán már augusztusban leszállított egy néhány saded 129-es nehéz harci drónt. A Shadet 129 1500 km-es hatótávolsággal és 24 órás repülési idővel rendelkezik. 4-34 kg-os bombával látható el, avagy ugyanannyi irányított antitank rakétával. Tehát elméletileg rendkívül potens fegyver. Ugyanakkor valószínű, a légvédelem által ugyanúgy sebezhető, mint a török bajraktár, avagy az orosz Orion, tehát ha mennyiségükben nem lesznek eléggé lehengerlőek, akkor alkalmazásuk ezen típusokhoz hasonlóan nagy óvatosságot fog majd igényelni. Egyelőre talán ezért is, hogy még nem vetették be. A másik iráni drón, amit viszont már szeptemberben be is vetettek, a sadet 136 csupaszárny kamikáze drón, amely rendkívül nagy 2000 km-es hatótávolságával, valamint az ukrán hadszintéren bevetett összes többi kamikáze dróninál nagyobb robbanófejével szintén rendkívül potens fegyver. Radar visszaverés alacsony, kis magasságú repülésben is jól manőverezhető, ami azt illeti ható távolsága okán részint a sokkal drágább cirkáló rakétákat is helyettesítheti valamelyest. Illetve ami azt illeti, létezik belőle egy nem egyszer használatos, felderítő változat is, és ebben a funkciójában talán még hasznosabb is lehetne az orosz haderő számára, mint kamikáze drónként. Mindent összevetve fegyverzett terén továbbra sincs gond az orosz haderővel, 50 ezer orosz önkéntes viszont, plusz a Kadirov által küldött 3400 főstesen erősítés, még ha ezek mellett az oroszok 20-30 ezer tartalékos be is hívtak, úgy fű alatt, nem oldja meg a létszámhiányt. Még mindezek bevonásával is szeptember közepén mindössze 140-150 ezer orosz katona is körülbelül 20-30 ezer szeparatista nézett szembe 7-800 ezer ukránnal, illetve abból 300-350 ezerrel közvetlenül az arcvonalban. Az ukrán haderő főképp védelemben nagy mértékben építhetett a létszámára. Lévén páncéltörő eszközeik az orosz harckocsik és páncélott járműveket többé-kevésbé képesek voltak semlegesíteni, így az oroszok tulajdonképpen csak gyalogsági harcban tudtak volna áttörni. Ugyanakkor az ukrán létszámfelény volt akkora, hogy a gyalogság terén még akkor is elég legyen, ha az oroszok amúgy csapatokat vonnak össze helyi súlypont kialakítása érdekében. Ugyanakkor az összfegyvernemi hadviselésnek csak egy eleme a létszám, minden máshoz viszont nehéz fegyverek kellenek. És ezen a téren az ukrán haderő, ahogy a veszteségei nőnek, hónapról hónapra jobban függ a nyugati szövetségeseiktől kapott fegyverektől. Ami szó se róla a háború 6. és 7. hónapja során szép szerével érkezett. A teljesség igénye nélkül. Még korábban az amerikai M113-as páncélozó csapatszállítók, illetve az M113-as különféle európai változatainak szállításán volt a hangsúly, az ukrán gépestett gyalogság megerősítése érdekében, illetve még inkább szovjet eredetű BTR-ek és BMP-k szállításáról közép-kelet-európából, addig júliustal a hangsúly egyre inkább áttevődött a modernebb, értékesebb, akna biztos négykerekűek szállítására. Legalább 188 darab ilyen jármű került ezen két hónap során leszállításra. Amerikai kugerek, és M1224 Max Pro, m Brit Wolf Handok, Husky TVS-ek, Török Kirpik, Finn Sisuk, Olasz MLS Shieldek és Iveco lmv -k. Az amerikaiak 12-ről 20-ra növelték a himars számát, a lengyelek 18-ról 60-ra, a kráb önjáró lövegekét. Ugyancsak a lengyelek júliusban elkezdték a T-72-es alapján kifejlesztett saját gyártmányú PT-91-es harckocsik szállítását is. Ez egy a korábban szállított T-72 M1-eseknél irányzó berendezései tekintve sokkal jobb harckocsi, etéren a régebbi orosz és ukrán T-72-es változatokat is felülmúlja, ugyanakkor páncélvédettség tekintetében az átlag orosz és ukrán tankokhoz viszonyítva gyengébbnek tekinthető. Az észtekül az ukránok még egy Temiz távirányítható robottankot is kaptak, igaz ez utóbbi valószínű a fegyver nélküli mentőszállító változatból való. Csehország el 39 Albatrosz kiképzőgépeket, Észak-Macedónia pedig 5 darab Suhoj 25-ös csatarepülőgépet, lövegeket, továbbá néhány elavult T-72 A tankot küldött Ukrajnának a makedónok ezzel csatlakoztak azon kis államok sorához, nevezetesen Szlovéniához és Szlovákiához, akik tulajdonképpen már több haditechnikai eszközüket adományozták oda Ukrajnának, mint amennyi maradt nekik. Az USA-ból megérkeztek az első NASAMS nagy hatótávolságú légvédelmi rakétarendszerek, a britektől az első önjáró Star streak ek a németektől pedig az első Gepard önjáró páncélosok. A frontvonal közvetlen közelében, Hárkov térségében az elméletleg semleges, ám valójában amerikai kötődésű mozart vállalat, amely amúgy az Ukrajnába irányuló fegyverszállítmányokat is őrzi-védi, elkezdte tíznapos intenzív kiképzési turnusok tartásával megerősíteni az ukrán katonák olykor azért kisé hiányos képzettségét. Nagy-Britanniában pedig megkezdődött, nagyobb tömegben is, az ukrán katonák kiképzése a brit standardeknek megfelelően csak éppen rövidebben és intenzívebben. Az ukrán tüzérség szovjet eredetű 122 és 152 mm-es lövegeinek ellátása érdekében Lengyelországban és Bulgáriában is növelték a lőszergyártás volumenét. több szükség megoldásként úgy tűnik hogy még Pakisztánból is elkezdtek légijúton Bulgárián és Románián át tüzérségi muníciót szállítani Ukrajnába. Mondjuk ez biztos nem lehet olcsó megoldás. Emellett további Javelin és Stinger szállítmányok is érkeztek az usa -ból. A már leszállított M777-es amerikai löveg egy részét modernizálták és nagyobb mennyiségű GPS irányítású Excalibur lőszert szállítottak le hozzájuk. Illetve a britek is küldtek az általuk szállított lövegekhez vulkán GPS vezérlési lövedékeket. Július 22-én Amerika ígéretet 580 darab Phoenix Ghost drónra, amely szállítását augusztusban meg is kezdte. Ez egy a korábban szállított switchblade hasonló kamikáze drón. És ha már ott tartunk switchblade további közel 300 a leszállításra, hiszen július végéig Alig több mint 700 példányt szállítottak le belőle az ukrán haderő részére. Az aligot persze értsétek hatalmas idézőjelekkel, Phoenix Ghostból amúgy 121 darabot szállítottak le ugyancsak július végéig. Ukrajna ezen túl AGM-88-os radar elleni rakétákat is kapott az USA-tól. Ezek a radar ellenes fegyverek, bár kisebb hatékonysággal, de földi indító állásból is bevethetőek, elsősorban mégis repülőről indíthatóak és ez találgatásokra adott okot, hogy vajon hogyan és melyik szovjet eredetű gépet sikerült kompatibilissé tenni vele. Mint azóta a fotók és a felvételek alapján kiderült, mind a su 27-est, mind a MiG-29-est. Ami nem kis műszaki teljesítmény. Ugyanakkor mégsem szabad túlértékelni, túl kevés hozzá repülőgép és túl alacsony a bevetésszám. szám. Az oroszok uralta légteret veszélyes megközelíteni. Aktív saját radar használat nélkül nehéz felderíteni az ellenséges lokátorokat, és még sorolhatnám. Ha ez olyan könnyű volna, mint néhol a sajtóban beállítják, az oroszok sokkal nagyobb mennyiségben harcba vetett H-31-es radar ellen rakétái már rég eltüntettek volna minden ukrán radart. Minden mellett az ukrán reaktivációs program is folytatódott. Augusztusban először bukkant fel a csatatéren az ukránok legjobb harckocsija, a T-84-es Oplot, amelyből amúgy csak 6 darabbal rendelkeznek. Emellett kisebb részt a korábban zsákmányolt orosz fegyverzetet is megpróbálták hasznosítani. A 93. gépesített lövész Dandár harckocsizó zászlóját például javarészt a T-80-as orosz változataival szerelték fel, köztük a leginkább modernnek tekinthető T-80 bvm ekkel a fegyverek mellett az Ukrajnának nyújtott anyagi segítségről sem szabad megfeledkezzünk, hisz a háború kitörése óta az ukrán gazdaság teljesítménye 45%-ot esett, és ez hadiadó ide-oda bizony elég lenne ahhoz, hogy berogyassza az ukrán költségvetést, ha nem kapnának külső segítséget. Ennek összefüggésében például érthető az is, hogy az amerikaiak augusztus végéig Ukrajnának nyújtott 54 milliárd dollárnyi segítségéből miért csupán 24 milliárd amerikai dollár tett ki a fegyverzet. Ugyanakkor a gondokról is beszéljünk. Lévén az átadott fegyverrendszerekhez az ukránok meglehetősen kevés kiképzést kaptak, így ebből következtek problémák is. A mozartos instruktorok arról számoltak be, hogy a kezük alá került ukrán katonák nem rendelkeznek a szükséges ismeretekkel az általuk kezelt Javelin és Enló rakéták megfelelő használatához, és emiatt rosszul is alkalmazzák őket gyakorta elvesztegetve például az amúgy 178 ezer amerikai dollárt érő Javelin rakétákat. Egy augusztus 16-ai német vizsgálat, amelyet Markus Faber, a német bundeszták képviselője vezetett, arról számolt be, hogy az Ukrajnába addig szállított 15 PZH-2000-es önjáró tarasznak több mint a fele, kevesebb mint egy hónap alatt elromlott, avagy nagy javítása szarul. A gyakori meghibásodások oka, állítása szerint a nem megfelelő használat. Jelentése szerint az ukránok túl sokat lőnek vele, és ezt nem bírja a pzh töltő mechanizmusa. A németek szerint az ukránok kezelik rosszul a technikát, az ukránok szerint a típus szervizigénye túl nagy. Ugyanakkor azért megállapodás született köztük további száz példány leszállításáról. A kamikáze drónok esetében szintén megemlékezhetünk arról, hogy ha bár nagyon nagy számban érkeznek, de hogyha éppenséggel az ukránok tucat szám használnak fel belőlük, például egy csűr célzott bombázásához példányokat, akkor ez a segítség sem ír olyan sokat, mint amúgy érhetne. Emellett ne feledkezzünk meg arról se, hogy az első vonalban küzdő csapatok egy részének főleg a területvédelmiseknek a látszólag bőséges nehézfegyver szállítások ellenére is olykor csak viszonylag kevés nehézfegyverzet áll a rendelkezésére. Ez egyre gyakrabban barkácsolt, harmadik hadseregeit idéző megoldásokat szül. Ebben az amerikaiak nagy mennyiségben szállított 50-es kaliberű M2-es Browning géppuskái jelentik a fő alapanyagot, ami ugyebár mindenféle páncélozatlan pikapra is felszerelhető, de emellett pikapra telepített rakéta is próbálkoznak, amivel csupán annyi lehet a baj, hogy ezzel a módszerrel alig ha lehet célozni. A régi 100 mm-es páncéltörő lövegek reaktiválása, alkalmanként MTLB-re szerelése szintén nem egy előremutató dolog, lőni ugyan kétség kívül lehet még ezekkel a lövegekkel, de eredeti funkciójuk betöltésére, harckocsi elhárításra, ezen fegyverek már alig használhatóak. Ami ennél is meglepőbb, az az 57 mm-es légvédelmi gépágyuk reaktiválása, amit ráadásul nem is drónok ellen szánnak, hanem hagyományos tüzérségi bombázásra, taracklövéssel. Minden esetre kreatív. A nyaralási szezon közepén augusztus 9-én hatalmas detonációk rázták meg a Fekete-tengeri flotta haditengerészeti légierejének, Novo Fedorovka melletti szoki légibázisát. A robbanások következtében megsemmisült 4 szuhly 24-es és egy szuhoy 30M vadászbombázó, illetve megrongálódott további kettő szuhai 24-es és egy szuhoy 30-as. Egyetlen csapás alatt ez óriási veszteség. Az ivano frankovi ukrán repülőtér ellen végrehajtott rakétacsapástól eltekintve, ami a háború első napján volt, nem tudunk a háborúban még egy ekkora pusztítással járó repülőtér elleni támadásról. Az ukránok szoki eredményét nem le lendő, hanem csak hogy kontextusba hozzam ezt az egészet. Meg kell emlékezzem arról, hogy ugyanezen időszak alatt az ukrán légierő öt repülőgépet veszített Herson térségében, illetve további egyet a Donbassban, mármint igazolt módon, és ráadásul azokat úgy, hogy azokat történetesen vezette is valaki. Ugyanakkor a két gépvesztés között fennáll az a meghatározó különbség, hogy míg az, hogy az ukránok elvesztettek néhány újabb repülőgépet, senkit nem lepett meg, addig az, hogy az orosz légierő, illetve ez esetben az orosz haditengerészeti légierő elveszített egy egész repülőtérnyi repülőgépet, már annál meglepőbb volt és ez presztis szempontból, de abból következően politikailag is komoly csapást jelentett. A Novofedorovkai támadás kivitelezésének módját még ma sem tudjuk biztosan. Ugyanakkor a baleset lehetőségét a műholdképek birtokában kizárhatjuk. A harm levegő rakéta szinte biztos, hogy nem lehetett. Annak kicsi mindössze 150 km-es hatótávolsága miatt. A dróntámadás esélye ugyancsak kicsi, ez esetben látszaniuk kellett volna a drónoknak a felvételeken. Ráadásul dróntámadás esetén jellemzően maradnak felismerhető maradványok is. A HIMARSZ-sal kivitelezett támadás lehetőségét az amerikaiak cáfolták. Elméletileg egyébként sem szállítanak ekkora hatótávolságú Atakims rakétákat a HIMARSZ-okhoz. Az viszont nem igaz, hogy a robbanásokról készült videófelvételeken kivehetőek kellett volna legyenek a becsapódó Atakims rakéták. Ugyanis ezúttal egy ballisztikus rakétáról beszélünk, amely a becsapódás fázisában gyorsabban nél, mint sem látszódna. Ugyanakkor az orosz légvédelemnek illet volna legalább megpróbálkozni ezek lelövésével. Mindent összevetve a himars vagy más precíziós ballisztikus fegyverrel kivitelezett csapás, bár nem valószínű, de nem is kizárható. Az ukránok által használt tocska rakéták szórási képe viszont vélhetően rosszabb lenne, ezért azt kizárhatjuk. A szabotőr csoport beszivárgását és a távirányított robbanószerkezetek elhelyezésének lehetőségét illetően. Itt is akadnak okaink a kétkedése először is, hogy a krím erősen őrzött terület. A korábbi 8 év alatt előbb tatár akciók, majd több ukrán beszivárgási kísérlet is történt, amelyek közül az utóbbiak csak kudarcokat eredményeztek. A helyi FSB potenciáljában nincs okunk kételkedni. Másodszorban pedig meg kell emlékezzünk róla, hogy egyes katonai szakértők szerint, gondolok itt elsősorban Chuck Farrer, volt amerikai navi szilkommandósra, a kivitelezés sem erre val, legalábbis nagyon lehéz lett volna így kivitelezni. Farrer szerint a robbanáshoz ebben a formában extrém mennyiségű robbanószerre, legalább két tonna C4-re lett volna szükség. Ugyanakkor ez az érv azóta már több cáfalatot is kapott, a bázisan ugyanis rengeteg légibomba volt, amely alkalmas alapanyagot jelentett a robbanások felerősítésére, hasonlóan például a brit SAS Pebble szigeten argentin gépek ellenében kivitelezett 1982-es rajtaütéséhez. Ezentúl azt se feledjük, hogy a turisztikai szezon közepén a beszivárgást is könnyebben meg lehetett oldani, mint a korábbi évek sikertelen őszi-tavaszi próbálkozásai során. A föntiek mellett még van egy lehetséges magyarázat, a belső szabotás. Akárhogyan is, de nem ez volt az első incidens a Krímben, hisz július 31-én már történt egy kamikáze drón támadás a Fekete-tengeri flotta Szevasztopoli főhadiszállása ellen, amiben is legalább hatan megsebesültek, és ami miatt még a flotta megünneplését is elhalasztották. Ugyanakkor az augusztus 9 i természetesen egy súlyosabb támadás volt, ráadásul nem is volt teljesen egyedülálló, hisz 9-ről 10-re viradó éjelen sor került egy a belorussziai Zriabrovka repülőteret érintő támadásra is, amit a nyomok alapján legalább egy újabb repülőgép bánt. Krimben várt az oroszokra még egy harmadik csapás is, augusztus 16-án a félsziget északi részén. Jan robbantottak fel szabotőrök egy lőszerraktárat. Minden mellett pedig a sineket is több helyen megrongálták. Az oroszok a három krimi eset után telepítettek legalább egy ütegnyit, az S-500-as mellett legpotensebbnek számító S-350-es légvédelmi rendszerükből is a Krímre. Ukrán kommandósokat nem sikerült elfogniuk, ugyanakkor egy iszlamista, talán tatár, terrorista sejt felszámolását jelentették, ami, ha minden igaz, a Hizb út Tahir al-Islami névre hallgatott. A Kercsi híd elleni ukrán támadással persze az ukránok még ezután is jó ideig fenyegetőztek, ugyanakkor ismerve azt, hogy milyen nehéz is egy Ekkora hidat lerombolni, és hogy az oroszok amúgy milyen komolyan veszik a nevezett híd védelmét, ezt nem feltétlenül érdemes komolyan venni. A Zaporozsiaci Atomerőmű a Kahovkai víztározó déli partján található, a több mint 50 ezeres lakosságú Enehodár városának határában potenciális energiatermelése alapján egész Európa legnagyobb atomerőműve. Az orosz haderő március 4-én foglalta el, elfoglalása nem ment vér vagy károk nélkül, de a két órás tűzharc orosz szempontból eredményesen végződött, szerencsés módon az atomerőmű sem szenvedett nukleáris szivárgással járó sérüléseket. Innentől kezdve az erőmű orosz ellenőrzés alatt állt, ugyanakkor, ha nem is ingyen, de továbbra is rajta hagyták a teljesítményétől valamelyest függő ukrán hálózaton. Az oroszok viszont ezen idővel változtatni szerettek volna, és az atomerőművet kizárólag az orosz hálózat számára elérhetővé tenni. Emellett az egész arcvonalra jellemző tüzérségi párharcok is elérték a térséget, és így a kahovkai víztározó kétoldalán álló felek is egyre gyakrabban kezdték el bombázni egymás állásait. Nem tudni miért, de mint az több felvétel is megerősíti, az oroszok jó ötletnek látták az atomerőmű sebezhetetlenségét kihasználni, és annak fedezékéből indítani éjszakai bombázásokat a Nikopolban állomásozó ukrán csapatok és tüzérségi egységek ellen. Július 19-én, 20-án az ukránok az atomerőmű területén állomásozó orosz gyalogsági és tüzérségi alegységek ellen három lengyel gyártmányú vármét kamikáze drónt vetettek be. Ezek viszonylag tiszta munkát végeztek, ugyanakkor az attrakció megismétléséhez több hasonló precíziós fegyver úgy tűnik, hogy nem állt a rendelkezésükre, így augusztus 5-én majd 8-án hagyományos tüzérségi támadások következtek. Bár ezeket is célzatnak tekinthetjük, ám ugyanakkor ezek már az erőmi infrastruktúrájában is okoztak károkat, egy reaktorblokkot le is kellett állítani ezek okán. Zelenski elnök tagadta az ukrán fél felelősségét, mi több Oroszországot vádolta, idézem, nukleáris terrorizmussal, amiért is állítása szerint lövik a saját maguk által tartott atomerőművet. Putyin felkérte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget, hogy vizsgálják meg a kialakult helyzetet. Ugyanakkor zelenski vétóval élt, mondván, hogy az ügynökség egy ilyen jellegű látogatása az erőmű orosz birtoklásának elismerésével jelentene egyet. Putyin erre válaszul azzal felelt, hogy Zelenszkij nem akarja, hogy az ügynökség elé tárhassák az ukrán tüzérségi támadásra vonatkozó bizonyítékokat. Augusztus 11-én, majd 23-án újabb tüzérségi támadások következtek, és utóbbi jelentős tűzhöz vezetett az erőmű közvetlen közelében. Ez alatt Zelenszkijt végül is a nemzetközi nyomás rákényszerítette az ügynökség Rafael Grossi által vezetett csapatának fogadására. 29-én Grossziék el is hagyták Bécset, és Ukrajnán keresztül a megszállt Enehodár felé vették az irányt. Időközben az erőmű körzetében a tüzérségi harc súlyosbodott, mi több hadműveletekre is sor került. Elsején hajnalban az oroszok szerint 250-300 ukrán tengerészgyalogos, ukrán források szerint 100, átkelt a kaufkai biztározón, majd támadást indított az atomerőmű elfoglalása céljából. Bevetett csak ukrán forrás szerint Nagy-Britanniában kiképzett katonák voltak, ugyanakkor, ami nagy falat, az nagy falat, a támadásuk összeomlott. A harcba beavatkoztak az orosz csatahelikopterek is, a vízi visszavonulási út lehetőséget lezárták, a városban pedig az orosz FSB kommandósai indítottak hajtóvadászatot a bujkáló ukrán desszantosok ellen. Három fogjat ejtettek. Az ukrán desszantosok java meghalt. Talán néhányan megmenekültek, de erről adatok nem állnak a rendelkezésünkre. Mindeközben Grossziék megérkeztek az atomerőműhöz. Grossi köszönetet mondott az orosz katonáknak, hogy megvédték az út során, majd még aznap neki látott a vizsgálatnak. Megállapították, hogy szivárgás nem történt, illetve megállapították azokat a tényeket is, hogy a krízist az atomerőmű területére kívülről leadott tüzérségi lövések, illetve az a tény okozta, hogy az atomerőmű területén orosz megszálló csapatok állomásoztak. Nos, ezek meglehetősen diplomatikus megállapítások, de ami fontos, hogy hagytak néhány megfigyelőt az atomerőmű területén, és ez megakadályozta azt, hogy a későbbiekben onnan tüzérségi támadás indulhasson, illetve azt is, ami még fontosabb, hogy az atomerőmű ellen tüzérségi támadást indítsanak. Míg a Krimfélszigeten, illetve Belorussziában kivitelezett csapások megfeleltek a hadiognak, addig Ukrajna nem állt meg ezen a szinten, és azon jelszavaikat, hogy halál a megszállókra, halál a zárulókra, a valóságban is tettek követték. Ennek leglátványosabb megnyilvánulásai az autórobbantások voltak. Ezek közül a leghíresebb alig, ha nem, Dária Dugina meggyilkolása volt. Az ő halálára Moszkvától 40 kilométerre került sor, augusztus 20-án, egy autóba rejtett bomba által. Az igazi célpont nem a 29 éves nő volt, hanem annak apja, Alexander Dugin, egy Putyinhoz közel álló filozófus író. Az orosz FSB nyomozása szerint egy az ukrán SBU-nak dolgozó ukrán kémnő vitelezhette ki a merényletet, Natalia Vovk, volt az ovos, aki a kislányát is magával vitte az oroszországi kirándulásra. Natália Vovk amúgy az eset után Észtországba távozott, ahol viszont több forrás szerint is augusztus 28-án meggyilkolták. Igaz, ez az információ még mindig vitatott. Hivatalosan a Dugina merényletet ugyanaz a szervezet vállalta magára, mint az azelőtt történt kereken 30 oroszországi rejtélyes tízesetet ez a szervezet elvileg a Nemzeti Köztársasági Hadsereg, amely magát orosz nacionalista köztársaságpárti, Putyin és háború ellenes szervezetként azonosítja. Bár azért érdemes megjegyezni a szervezet önmagát meghatározó állítólagos kiáltványát a Kiev Post hasábján közölte, ami azért sok mindent elmond. A szervezet motivációja amúgy is fölöttébb gyanús. Hogyha Putyin ellenes, akkor miért csak 2022-ben az Ukrajna elleni nyílt háború megindítása után kezdtek akcióba? Hogyha nacionalista, akkor miért küzdenek az orosz revíziós sikerek ellenében? Hogyha pacifista, miért folyamodnak terrorizmushoz? Ezen túl, ami még kétségessé teszi a szervezet alulról szerveződő népi kezdeményezés mi voltát, az, az akciójuk feltűnő professzionalizmusa, a sikertelen műveletek majd teljes hiánya, az elfogott idézőjeles partizánok hiánya, és az akciók egész Oroszországra történő kiterjedése. Emellett a Dugina merénylet után történt kettő másik autós robbantás is, azok viszont már dél-ukrajnában. Ezek műveletek egyikére augusztus 27-én Starobilskban került sor, egy az oroszokkal, pontosabban a szeparatista luhánszkiakkal együttműködő volt ukrán tisztviselő, Alexandr Lajsev ellen, aki nem élte túl gépkocsi a felrobbantását. A másikra szeptember 6-án Bergyanskban került sor, itt a célpont egy orosz ezredes, Artyom Bardin volt, aki viszont bár lábait elvesztette, de túlélte autója felrobbantását. Emellett még egy merényletről emlékeznék meg, az Olexi Kovalov elleniről. Kovalov ukrán parlament képviselő volt érvényes mandátummal, ugyanakkor Herson térségében maradt szülővárosában, és aztán elkezdett együttműködni az oroszokkal. Július 22-én kíséreltek meg ellen először merényletet, ám az akkor még nem sikerült. Majd augusztus 28-án ismét nekifutottak, és ezúttal már sikerrel jártak a merénylők mint Kavalovot, mind pedig annak barátnőjét, hogy lőtték. Hivatalosan mindegyik merénylet az ukrán partizánok műve volt, amelyhez persze az ukrán szerveknek semmi köze, de ezen nincs is miért csodálkoznunk, hisz a Genfi Egyezmény a civilek elleni célzott támadásokat, különösképpen a gyilkosságokat, háborús bűncselekménynek sorolja be, és itt bizony Bardinezredes leszámítva nem katonai célpontokról volt szó, így hát a hivatalos szerveknek, úgymond semmi okuk, hogy ezt felvállalják. A kérdés már csak az, hogy ennek mi értelme, hogy mit szeretnének az ukránok ezzel elérni. Oroszország a legegyértelműbb sikereit ebben az időszakban is rakéta haderejének köszönhette. A kilőtt nagy hatótávolságú rakéták száma, Zelenszky szerint augusztusban 500 darabosra volt tehető, és ezekkel együtt a háború során bevetett hasonló orosz fegyverek száma 3500-ra nőtt. Ezen csapások közül a következők bizonyultak a legeffektívebbeknek. Augusztus 16-án Odessa közelében az ukrán hadsereg rekreációs központjára mértek rakétacsapást. Orosz források szerint Zsoldos kiképző bázisra a KH-22-es földlevegő rakéta a minden igaz, mint egy 300 ukrán katonával végzett. Augusztus 24-én a Mirgorodi ukrán légitámaszpont ellen vetettek be ugyancsak KH-22-es rakétákat. Az orosz források szerint ennek során egy ukrán szuhaj 27-es, valamint egy szuhaj 25-ös megsemmisült, illetve további három gép pedig megrongálódott. Ha ez igaz, akkor ez az elmúlt időszak legeredményesebb az ukrán légierőre mért csapása. Még ugyanezen a napon a csaplinói vasútállomás ellen is támadást indítottak az oroszok speciális Iskander rakétákkal. Orosz becslések szerint ez a csapás 200 ukrán tartalékossal végzett. Az Iskander annyiban volt speciális, hogy levegőben robbanó töltetet használt, ami jól kivehető a vonat eldeformálódásából. A vonat katonai jellegét az ukránok kezdetben vitatták, ugyanakkor a felvételeken kivehető, hogy tartózkodtak katonák a helyszínen, illetve az is, hogy az utolsó kocsikon a szerelvény katonai járműveket szállított. Tudom, sokan vártok a Herson és Harkov események ismertetésére, ugyanakkor arra majd csak a következő részben, a hetedik hónap ismertetésében kerül majd sor, amit viszont igyekszek minél hamarabb elkészíteni. Én üveges huba voltam, tartsatok velem, a viszontlátásra!